Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját, a hírös híreket látják augusztus 30-án pontban 7 órakor. Nézzük, hogy miről is lesz szó a mai híradóban. Tájékoztatták az rinyi szülőket az intézmény felújításával kapcsolatos lépésekről a csütörtökön délután. Vádat emeltek az érettségi tételeket kiszivárogtató Lajos Mizsei nyomdász ellen. Egy személy életét vesztette, amikor autójával fának csapódott Szent Királynál ma reggel. Sajtónyilvános szülői értekezleten tájékoztatták az rinyi szülőket az intézmény felújításával kapcsolatos lépésekről csütörtökön délután. Az aggódó szülők elmondhatták kérdéseiket, és közösen keresték meg a megnyugtató megoldást a Kecskeméti Tankerületi Központ és az önkormányzat képviselőivel. Közös nevezőre jutottak az rinyis szülők és a Kecskeméti Tankerületi Központ, valamint az önkormányzat képviselői a csütörtök délután tartott sajtónyilvános szülői értekezleten. A szülőket tájékoztatták a jelenleg folyamatban lévő, több mint félmilliárdos, nagy részben önkormányzati forrásból finanszírozott, iskolafelújítási, energetikai megújulást szavatoló projekt részleteiről és a jelenleg is zajló sürgős állagmegóvási munkákról. A gyerekek biztonsága érdekében a Kecskeméti Tankerület pedig rendkívüli munka, tűz és villanvédelmi ellenőrzést kér az Rényi Ilona Általános Iskola teljes épületére a szülők megnyugtatása érdekében. A csütörtök délutáni szülői értekezletet Tóth Lászlóné, a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola intézményvezetője kezdeményezte abból a célból, hogy az iskola állapota miatt aggódó szülőket megnyugtassák. A közel egy órás beszélgetésen részt vett Nagy Gábor, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Ügyvezető igazgatója, aki ismertette a jelenleg közbeszerzési fázisnál járó több mint félmilliárd forintos felújítási programot, mely során 200 millió forintot pályázati, míg további több mint 300 millió forintot önkormányzati keretből finanszíroznak. Hangsúlyozom többször majd, hiszen ez az energetikai célú felújítás, ez nagyon-nagyon sok dolgot megold ebben az épületben. A projektnek köszönhetően az épület összes nyílászáróját kicserélik, megszüntetik az épület vizesedését, és az udvari falak, valamint a tetők új hőszigetelést kapnak. Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója elmondta, hogy jelenleg is zajlanak a homlokzati munkák és ellenőrzések. Én úgy gondolom, hogy jelen esetben, amikor ez az omlásveszély gyakorlatilag fellépett, az igazgatóasszony azonnal értesített bennünket, mi azonnal műszaki felmérést indítottunk el. A szakemberek a teljes utcafronti falszakaszt átvizsgálják, és a veszélyes vakolat részeket és épület elemeket eltávolítják még ezen a héten. A tanév alatt pedig folyamatosan ellenőrzik az épületet, ezzel megelőzve újabb veszélyhelyzetek kialakulását. Mindezt a tankerület fizeti és felügyeli. Az épület belső víz- és szennyvízvezeték hálózatát az önkormányzat szakembereivel közösen vizsgálják jelenleg is, és igyekeznek a vezetékek bekerült tárgyak okozta dugulásokat megszüntetni. A csatornából ceruzák, tornacipők és egyéb használati tárgyak kerültek elő eddig is. A szülők ezt követő kérdései és észrevételei főként két témakör köré csoportosultak. Sokan aggódtak, hogy a jelenleg zajló közbeszerzés és felújítás sikeres lesz-e, és valóban elkezdődik-e. Nagy Gábor, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a közbeszerzésnek még idén le kell zárulnia, ez pedig azt jelenti, hogy 2020-ban a munkálatok is elkezdődhetnek, melyek során több mint 220 új nyílászárót kap az épület, és több mint 2800 négyzetméter fal felület kap majd új szigetelést. Többen aggódtak, hogy a gyermekek valóban biztonságban lesznek-e az intézményben. Tóth László intézményvezető elmondta, a törvényi határidőkön belül minden szakhatósági vizsgálat megtörtént. Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerület igazgatója, látva a szülők aggodalmát, azt is vállalta, hogy rendkívüli munka, tűz- és villámvédelmi ellenőrzést kérnek a szakhatóságoktól, az eredményeket pedig maga az intézményvezető juttatja el a szülőkhöz. Ezt követően, mivel több kérdés és észrevétel már nem történt, a jelenlévők egyöntetően kijelentették, hogy sikerült közös nevezőre jutni. A sajtónyilvános szülői értekezleten részt vett még Király József, a Város Rendezési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke, Ladics Mónika, Kecskemét megyei jogú város humánszolgáltatási iroda vezetője is. A résztvevők békés hangulatban távoztak a szülői értekezletről.
A Bács-Kiskun megyei főügyészség korlátozott terjesztésű minősített adattal visszaélés vétsége miatt vádat emelt egy 41 éves Lajos Mizsei férfi ellen. A vádlott egy Lajos Mizsei nyomda alkalmazottjaként a 2019-es magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika írásbeli érettségi feladatsorok egy részét, illetve a történelem érettségi teljes feladatsorát kilopta a munkahelyéről, majd ismerőseinek kiszivárogtatta. Ezeket a feladatlapokat az érettségi vizsgák előtt tilos nyilvánosságra hozni, jogosulatlanul megszerezni, módosítani vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tenni. A vádlott célja az volt, hogy a feladatsorokat még a vizsgák megkezdése előtt az érettségiző ismerősei részére eljuttassa, hogy így segítse az eredményes érettségit. A jogtalanul megszerzett feladatsorokat apja élettársának adta át, hogy azokat továbbítsa a rokonságba tartozó érettségiző fiataloknak. A szabadlábon védekező, büntetlen előéletű vádlottat a főügyészség korlátozott terjesztésű, minősített adattal visszaélés vétségével vádolja, amely bűncselekményt a törvény egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetheti. Az ügyész felfüggesztett fogház kiszabását indítványozta a vádlottal szemben azzal, hogy a nyomdai gépmesteri foglalkozástól is tiltsák el határozott időre. A vádlott bűnösségéről a kecskeméti törvényszék fog dönteni. Egy személy életét vesztette, amikor autójával fának csapódott Szentkirálynál ma reggel. Kecskemét felé haladt egy Skoda, amikor eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, majd egy méretes útszéli fának csapódott, és utána többször megpördült az úton. Az autóban egyedülülő 60 év körüli férfit a tűzoltók csak feszítővágó és feszítőhenger segítségével tudták kiemelni, de a kiérkező mentők az életét már nem tudták megmenteni. A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal szörnyet halt. Az ütközés olyan nagy erejű volt, hogy a gépkocsi motorja és egyik kereke is kiszakadt. A baleset körülményeit szakértők vizsgálják tovább. A helyszínelés és a mentés idejére teljes útzár volt érvényben. Augusztus 29-én zárult le a Katona József Színház Meseváros projektje, melynek keretében másfél éven keresztül havi szakkörökkel, kulturális órákkal és színházi foglalkozásokkal kedveskedtek gyermekek számára. Olyan előadásokkal, olyan programokkal feleljünk meg, ami valóban maradandó élményt szerez nekik, akik mondjuk 15 év múlva a színház tősközönsége lesznek majd. Cseke Péter, a Katona József Színház igazgatója mutatta be a Meseváros projekt szakmai megvalósításának részleteit. A Meseváros programsorozat 25 millió forintos keretének köszönhetően a gyermekek óvodás kortól kezdve megismerhették a színház és a mesék világát. A gyerekek az elmúlt másfél év során intézményenként három különböző szakköri foglalkozáson vettek részt, 9-9 témanapon. A sajtótájékoztatón Leskó Katalin, a Meseváros projektmenedzsere azt is kiemelte, hogy a pályázatban résztvevő mintegy 245 gyermek térítésmentesen vehetett részt a foglalkozásokon. A Meseváros megvalósítása során változatos helyszíneken, az együttműködő intézmények mellett a Katona József Színházban, a Ruszt József Stúdió Színházban és a Kamara Színházban is gyakorta megfordultak a gyerekek. Lassan befejeződnek a gólyatáborok a kecskeméti középiskolákban. A Bolyai János gimnáziumban azonban még javában tartanak a zenés, sportos vetélkedők, csapatépítők és az ismerkedős játékok. Így használták ki utolsó napjukat a Bolyai János gimnázium gólyatáborosai. A leendő elsősök összesen 3 napot töltöttek el a táborban, ahol rendkívül színes és változatos programokon vehettek részt. Az első napon ugye megismerkedtünk az iskolával, aztán a második napon a Csalánosi erdőben voltunk, mindenféle játékokat játszottunk, csapatépítő tréning volt, aztán pedig megcsináltuk a feladatokat, tehát térformát alkottunk, megcsináltuk az indulónkat, a logónkat. Ma a gyerekeknek lehetőségük volt mindezeket bemutatni társaiknak, tanáraiknak és a diákbizottság tagjainak, emellett pedig részt vettek karaoke, tánc, váltófutás és zenefelismerő vetélkedőkön is. Mai nap az tényleg fenomenális, ugye volt ez a futás, nekem nagyon tetszett, meg ugye jó is voltunk. A gólyatáborban 4 osztály, angol, matek, spanyol, német, testnevelés és általános tagozatosai több mint 100-an vettek részt.
Szerintem nagyon hasznos, mert közelebb hozza a társaságot, jobban föl tud oldódni az ember. Most is látom már rajtuk, hogy sokkal oldottabbak, mint az első nap. A gyerekek számára ez a három nap így nem csak a kikapcsolódás és a szórakozás célját szolgálta, hiszen ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy még az iskola kezdés előtt személyesen megismerkedhessenek társaikkal. Minden eddiginél több poloskára számíthatunk a hideg beköszöntével. Már most is elég sok helyen találkozhatunk a kártevőkkel, de szeptembertől ugrásszerűen megnőhet a lakásokat és a természetet elárasztó rovarok száma. Tucatjával özönlenek majd a hűvösebb őszi napok beköszöntével a hazánkban néhány éve felbukkant ázsiai márványos és a zöld vándorpoloskák. A rovarok megjelenése nem csak a lakásokban zavaró, hanem a mezőgazdaságban is. Ezek sok tápnövényű fajok, és gyakorlatilag a gyümölcsöktől az őszi barack, a szilva, a körte, az alma fajtákat szívogatják, de ugyanúgy megjelennek paradicsomba, babba. A tápanyagok kinyeréséhez a poloskák a szúró-szívó szájszervüket használják, amellyel átszúrják a növényi szöveteket. Ekkor fecskendezik be a rothadást előidéző nyálukat, majd kiszívják a tápanyagot tartalmazó nedveket. Ezt követően bemélyedés, barnás folt keletkezik a növény külsején és a húsában is, ami emberi fogyasztásra már nem feltétlenül teszi alkalmassá. A kártevők ellen azonban nem sok esélyünk van. Természetes ellenségük Magyarországon nem igazán van még, ugye azért is tudnak általában az ilyen inváziós fajok jelentős mértékben szaporodni. Van némi remény, hiszen a szamuráj darázs betelepítése segíthet kiirtani a kártevőket. Mesterséges védekezésre pedig már kísérleti fázisban állnak a különböző növényvédőszerek, de például a piretroid tartalmú szerek is hatékonyak. Legkésőbb szeptember 20-áig megkapják a közfoglalkoztatottak a nettó 54.000 forintos egyszeri juttatást a kormány korábbi döntésének köszönhetően, írja az MTI. Ez Kondrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte csütörtökön budapesti sajtótájékoztatóján. Kecskeméten a parkok utcák karbantartása a legfőbb feladata a közfoglalkoztatottaknak. Berényi Ágnes úgy érzi, nagyon hasznos az a munka, amit nap mint nap végez. Nagyon jó érzés, hogyha valahol felszedem a szemetet, valahol összegerebjézek, visszanézek rá, hogy szép lett, jó lett. A lakók elég sűrűn lejönnek, megdicsérnek bennünket, az is egy jó leső dolog. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten jelentette be, azok a közfoglalkoztatottak, akik 2019. január 1-e és július 31-e között legalább 3 hónapig közfoglalkoztatotti jogviszonyban álltak, és ez augusztus 1-én is fennállt, nettó 54.000 forint egyszeri plusz juttatásban részesülnek. Berényi Ágnes azt mondta, hogy ez óriási segítség. Mivel, hogy albérletben élek, mindenképpen tüzelőre szeretném félretenni, de mindig van helye. Tehát mindig van helye a pénznek. Kondrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pedig bejelentette, nagyjából 93.000 közfoglalkoztatott kap plusz egy havi juttatást, segítve az álláskeresésüket, és ezzel kapcsolatban az érintetteknek semmilyen teendőjük nincs. Férfi kézilabdásaink jelenleg itthon, még futcálcsapatunk idegenben játszik adásunkkal egy időben. A hétvégén NB3-as és a Megye 2-es labdarúgó csapatunk is idegenben lép pályára. Megye 1-es focistáink és férfi kosarasaink ellenben hazai terepen játszanak. A KTE Hofbau 4 fordulót követően a tabella 10. helyén áll. Eddig 1 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség a mérlege a bajnokságban. Vasárnap az 5. fordulót rendezik az NB3 középcsoportjában. A KTE Hofbau ezúttal idegenben lép pályára, ellenfelünk a Budapest Honvéd 2. csapata lesz Csepelen. A Honvéd ellen gazdag NB1-es múltunk is van, a kispestiek csupán egyszer tudtak minket legyőzni az élvonalban. A tartalékokkal tavaly találkoztak először az NB3-ban, akkor még a régi Bozsik stadionban, ahol 2-1-es hazai siker született. A találkozó vasárnap 16 órakor lesz. A kecskeméti LC a 2019-2020-as bajnoki szezonban a Megye 1-es bajnokságban szerepel. A Kecskemét eddig 3 mérkőzésen van túl, ebből 2 döntetlennel, 1 vereséggel zárult, így a 12. helyen áll csapatunk.
A megye egy negyedik fordulójában a tavalyi második helyezett János Halmát fogadja a Kecskemét. A János Halma a 9. helyen 2 fordulón van túl, 1 vereséggel és 1 győzelemmel. A mérkőzés szombaton 5:30-kor lesz a Széktói stadion műfüves pályáján. Múlt héten megye 2-es csapatunk is megkezdte a bajnokságot. Az északi csoport első fordulójában a Tiszaalpár otthonában szerepelt az SC Hírösép. Csapatunk 4-1-es győzelmet aratott. Vasárnap a Nyárlőrinc otthonában szerepel a Kecskemét, akik az első fordulóban 1-1-es döntetlent játszottak a Pálmonostorával. A mérkőzés 5:30-kor kezdődik. Augusztus elején megkezdte a felkészülést férfi kosárlabda csapatunk, a KTE Duna Aszfalt. Szerdán egy zárt kapus meccsen a pécsi VSK ellen léptek pályára a Messzi István sportcsarnokban. A találkozó végeredménye 72-88 lett a PVSK javára. Kedden 18 órakor a tavalyi 11. helyezett Albafehérvár ellen játszik csapatunk, amely az egyik legrosszabb szezonját produkálta. A mérkőzés a Messzi István sportcsarnokban lesz. A visszavágóra szeptember 6-án pénteken kerül sor a Fehérvár otthonában. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Sajtónyilvános szülői értekezleten tájékoztatták az Rényi szülőket az intézmény felújításával kapcsolatos lépésekről csütörtökön délután. Az aggódó szülők elmondhatták kérdéseiket, és közösen keresték meg a megnyugtató megoldást a Kecskeméti Tankerületi Központ és az önkormányzat képviselőivel. A Bács-Kiskun megyei főügyészség korlátozott terjesztésű minősített adattal visszaélés vétsége miatt vádat emelt egy 41 éves Lajos Mizsei férfi ellen. A vádlott a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika írásbeli érettségi és a történelem érettségi feladat sorát lopta ki a munkahelyéről. Egy személy életét vesztette, amikor autójával fának csapódott Szent Királynál ma reggel. Kecskemét felé haladt egy Skoda, amikor eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, majd egy méretes útszéli fának csapódott, és utána többször megpördült az úton. Augusztus 29-én zárult le a Katona József Színház Meseváros projektje, melynek keretében másfél éven keresztül havi szakkörökkel, kulturális órákkal és színházi foglalkozásokkal kedveskedtek gyermekek számára. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Műsorunkat hamarosan kiemelő című magazinunkkal folytatjuk, melyben megmutatjuk, mire készülnek a kecskeméti vadaskertben az állatkertek éjszakáján. Annak is utána jártunk, hogyan lehet közintézmények energiafelhasználását akár több mint 50%-kal csökkenteni. Vendégünk Lukács László, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetője pedig arról mesél hamarosan, mit szóltak egy kis magyar virtushoz az óceánon túl. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím hírös.hu. A hírös híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor, tehát a szokott időben várjuk majd önöket. Ha tehetik, nézzenek akkor is bennünket. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Szombaton sok napsütésre van kilátás, egy-egy rövidebb ideig tartó zápor, esetleg zivatar, csak a Dunántúlon fordulhat elő. A keleti szél időnként megélénkülhet, hajnalban 15-22 fokot, délután 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap megélénkül a déli, délkeleti szél, sok lesz a napsütés, legfeljebb nyugaton frissíthetik gyenge záporok a füllett időt, 30-35 fokos maximumok várhatóak. Hétfőn kereten még kitart a kánikula, nyugaton azonban már pár fokkal visszaesett a maximum hőmérséklet. Napközben így országosan 26-34 fokig emelkedik a hőmérséklet.